Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mi várható június hónapban a levegő elemében születetteknél? Ide tartozik a mérleg jegye, a vízöntő jegye és az ikrek jegye. Vénusz bolygó, az a kos jegyében mozog a tűz elemében. És a tűz eleme és a levegő eleme barátságban áll egymással. Ez mindhárom jegyre, az ikrek jegyére, a mérleg jegyére és a vízöntő jegyére jó hatással van, szerencse a párkapcsolatot illetően. Merkur bolygó, az a bika jegyében mozog, az ikrek jegyének a szomszédja, és ez segít, mint jó szomszédoknál. Ez lehet egy jó hír, kellemes beszélgetések, egy előnyös szerződés. Mars bolygó utal az életerőre, vagy a lelki társadra, Jupiter bolygó szerencsét hozhat, utal az igazságra, néha mutatja az igazságtalanságokat is, és Neptun bolygó, ami jelenti az intuíciót, az inspirációt, mind három bolygó a halak jegyében van, ez nincs jó kihatással az ikrek jegyére. Tehát az ikrek jegyénél van fáradtság, kimerültség, igazságtalanság. A mérleg jegye, az szemben áll a kos jegyével. És mivel a kos jegyében mozog Vénusz bolygó, a szerelem bolygója, itt tükröződik valami, de kell a belső egyensúly is. Itt a mérleg jegyében van Kétú, a lefele mozgó kármikus csomó, ami utal a múltra, érzelmekre, kármikus témákra. És szemben a kos jegyében van Ráhu, a felfele mozgó kármikus csomó, ami utal egy új irányra, egy kiútra, új kapcsolatokra. Tehát itt a mérleg jegyénél vannak kármikus témák. Ami Mars bolygót, Jupiter bolygót és Neptun bolygót illet, ez olyan távolságban van a mérleg jegyétől, hogy itt megvan a bizonytalanság. De nem szabad visszahúzódónak lenni, hiszen akkor nem történik semmi, hanem légy aktív, keresd a kapcsolatot ezzel a férfivel, mert Mars bolygó az lehet egy férfi, vagy ha igazságtalanságokról van szó, akkor ne húzódj vissza, védd magadat, mutasd ki a bátorságodat, tisztázd ezeket a dolgokat. Amennyiben Neptun bolygó hatását érzed, és álmokról van szó, akkor erősítsd a hitedet, higgy ebben az elképzelésben. A vízöntő jegyénél Mars bolygó, Jupiter bolygó és Neptun bolygó jól hat ki, hiszen a szomszédban van, a halak jegyében, és ez olyan, mint jó szomszédoknál megvan a segítség. Ami viszont Merkur bolygó hatását illeti a bika jegyéből, az olyan távolságra van a vízöntő jegyétől, ami kiváltja a nézeteltéréseket, vitákat, veszekedéseket. Az is lehet, hogy vársz egy hírre vagy egy szerződésre, és ez most késlekedik. Június 14-én teli hold van. Teli hold megvilágít valamit, és itt van egy hatás von Antares csillagtól. Antares az egy királyi csillag, a Szkorpiónak a szíve. De azt is jelenti Antares, hogy Áresznak az ellensége. Áres az nem más, mint a harcoknak, a háborúknak az istene,
Mars bolygó tulajdonképpen. És itt van most egy ellenség, aki a háború ellen van, aki Áresz ellen van. Ez lehet, hogy itt a nyilvánosságon lesz a politikai eseményeket illetően, hogy valaki kritizálja ezt a háborút. Június 29-én új hold van. Ez azt jelenti, légy visszahúzódó, meditálj valami felett, mégpedig, hogy milyen kapcsolatok vannak, milyen irányba kellene mozognod, és milyen kapcsolatokat kellene ápolni. Június 3-án Merkur bolygó megáll, utána előre halad. Ezen a napon úgy megállnak az események, de utána megy minden előre. Június 5-én Szaturnusz bolygó megáll, utána visszafele halad. Szaturnusz bolygó az a sors bolygója, tehát itt lesznek sorsdöntő változások, de mielőtt döntéseket hozol, állj meg egy pillanatra, és vizsgáld meg azt, hogy mi, hogy hatott ki a múltból rád. Június 21-én eléri a nap, a nappontot, ezen a napon tartok egy nagy szertartást, amiben részt vehet. Mint egy energiai egyensúly, itt ennél a szertartásnál a díjam 3500 forint. Ez a szertartás azért jó, hogy legyen egy változás a sors utadon. Június 29-én Neptun bolygó megáll, utána visszafele halad. Neptun bolygónál az álmokról van szó, a vágyakról, az elképzelésekről. Itt állj meg egy pillanatra, és gondolkodj el azon, mi az elképzelésed, mi a célod, mit szeretnél elérni, és vizsgálj át valamit még a múltból. És most megtekintjük ezt a jóslást, mi vár rád június hónapban. Ez egy általános jóslás, de megvan a lehetőség arra, hogy kérd tőlem ezt a jóslást, egy személyes jóslást, egy havi jóslást, a díjam 3500 forint. Itt a képen látható ez a hölgy, aki téged szimbolizál, ha te egy nő vagy, és itt ez a férfi akkor a te lelki társad, vagy utal a férfiakra. Mindketten az első sorban vagytok. Az azt jelenti, hogy fölöttetek nincs kártya. Az jelenteni a gondolatokat, a terveket. De ez vagy úgy van, hogy nem engeditek meg, hogy valaki belepillantson a gondolataitokba, vagy azt is jelentheti, jó lenne, ha nem beszélnétek a terveitekről. Itt előttetek megjelenik ez a kereszt. Ez utal vallásos témákra, vagy egy spirituális területre, de jelenthet egy sors döntő változást. Amikor a sors utatok itt kereszteződik, ez lehet egy kármikus szerelem is, vagy azt is jelentheti, hogy elérkeztek most az élet utatokon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkoztok azon, hogyan tovább, milyen irányban. És akkor itt döntésekről van szó. A gólyák utalnak itt változásokra. A gólyák alatt megjelenik a hajó, ami szimbolizálja a reményeket. Tehát itt megvan a remény arra, hogy legyen egy sorsdöntő fordulat. Ez szerencsét hoz, hiszen itt megjelenik a virágcsokor, ami utal egy kellemes meglepetésre. Itt ez a hajó jelentheti a külföldi kapcsolatokat, vagy utazásokat is. A párkapcsolatot illetően akkor ez az utazás lehet egy lelki út is, mély érzelmekkel,
És itt a virágcsokor, ez a kellemes meglepetés, a változások, egy ajándék. Itt látható a nap, ami utal a vonzalomra kettőtök között. A nap jelentheti a sikereket is, és itt ez a levél egy jó hír, vagy egy szerződés. Itt látható ez a kártya, ami a munkát és a hivatást jelenti. Ez lehet egy munkahelyi szerződés, amit megkapsz. Itt vannak a sikerek, és itt ez a park szintén sikereket jelent, a nyilvánosságot, hogy mások észrevesznek benneteket, megkapjátok az elismerést. Itt a horgony alatt vannak az utak, és a horgony jelenti a munkát, a hivatást, itt lesznek változások. A horgony jelentheti a biztonság érzetét is, amikor úgy érzitek, hogy igen, itt le tudok horgonyozni. És itt vannak ezek a változások, hogy melyik irányba fognak az események folytatódni, és ez kihat a szívre, tehát kihat a párkapcsolatra, a szerelemre. A múltban voltak még itt fájdalmas emlékek, vagy szakítás, hiszen ez a sarló ezt is jelentheti. De szerencsére megjelennek itt az egerek. A kártyavetésnél azt szoktuk mondani, ott, ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit, és akkor az nincs már ott. Tehát az egerek el tudnak bizonyos kártyákat távolítani. Az egerek eltávolítják a hegyet, a problémákat, a nehézségeket. Az egerek eltávolítják a fájdalmas emlékeket. És akkor itt hamarosan kitisztul valami, és az utaknál tényleg döntésekről van szó. Lesz egy fontos beszélgetés, ahol tudtok tisztázni valamit, ami erőt ad számodra. És itt a szívnél párkapcsolatról van szó. Itt kinyílik egy új ajtó, ezek a lehetőségek, ami szerencsét hoz. Itt vannak a döntések, és ez a gyűrű jelenti a kapcsolatot, vagy azt, hogy valaki visszatér hozzád. Ez a könyv jelentheti a zárkózottságot, vagy a tudást, a tanulást. Mivel itt megjelenik a kártya, ami a munkát, a hivatást jelenti, itt lehet egy továbbképzésről szó, és akkor a gyűrű jelenti a szerződéseket. Ami az otthonodat és a környezetedet illeti, légy óvatos, megjelenik a ravasz róka, tehát valaki figyelget téged, és rossz indulatú. Az is lehet, hogy hazudik, hiszen a madarak utalnak a kommunikációra, és a róka a hazugságra. Itt a sarokban van ez a kígyó. Ez jelentheti a gyógyító erőt, de utalhat egy hölgyre is. Itt valami még olyan átláthatatlan. Ez a nő egy kapcsolatban áll veled, ha te egy hölgy vagy. És ez a nő lehet egy jó ismerős, vagy egy barátnő, vagy kolléganő. Itt a koporsó régi kapcsolatra utal. Tehát ez a hölgy visszatér a múltból. De a koporsó azt is jelentheti, hogy te le akarod zárni vele a kapcsolatot, hiszen a múltban voltak itt korlátozások, a kutya jelenti a barátságot, de itt megjelenik ez az ostor a múltból, mert ez a nő megbántott téged. És te szeretnéd ezt a kapcsolatot lezárni, vagy ezeket a fájdalmas emlékeket. És most megnézzük az egyes heteket. Első hét június hónapban itt látható. Itt megvan a közelség, a bizalom, lesznek változások, itt van a vonzalom,
sorsdöntő döntések, változások lesznek, nem csak a párkapcsolatot illetően, hanem a munkát illetően is. Itt megvannak a sikerek, itt egy előnyös szerződés, amit megkapsz. Második hét, június hónapban itt látható. Vannak még nehézségek, de az egerek eltávolítják ezt a hegyet. Utána lesz itt nyeremény, az anyagi dolgok javulnak, hiszen itt megvan az ajándék és a pénz. Ez lehet külföldi kapcsolat, egy kereskedelmi kapcsolat például. Vagy egy utazás, ami értékes számodra, és itt lesz egy kellemes meglepetés, egy szép nyaralás. Fontos döntéseket hoztok, ami szerencsét hoz, itt vannak a lehetőségek. Ez lehet tanulás, továbbképzés, a gyűrű jelenti a kapcsolatokat, vagy szerződéseket. Harmadik hét, június hónapban itt látható. Valami még átláthatatlan, de ez lezárul, hiszen a koporsó ezt lezárja. Mivel a torony jelenthet hivatalos dolgokat, vagy egy bírósági ügyet is, és itt van mellette a koporsó, ez lehet egy örökösödési ügy is, ahol még valami átláthatatlan. Hamarosan lesz itt mozgás, előre mennek az események, ez a kártya jelentheti a sportot vagy autót is, és a gyermek természetesen utalhat gyermekekre, de jelent egy új kezdetet is. És miután az egerek eltávolították a hegyet, a problémákat, és eltávolították az ostort, a fájdalmas emlékeket, akkor itt tisztázódik valami, rendeződik valami, ami erőt ad. Lesznek fontos beszélgetések, különösen, ami ezt a szívügyet, tehát a szerelmet illeti. Utolsó hét, június hónapban itt látható. Lesznek változások, megújulások. Ez a kígyó lehet egy hölgy is, itt voltak korlátozások, fájdalmak, hiszen ez a nő megbántott téged, de ez lezárul, hiszen a sarló elvágja ezeket az emlékeket, vagy ezt a kapcsolatot. És akkor itt látható már a csillagkép, ami szerencsét hoz. Amit a kígyó még jelenthet, az a gyógyító erő és a spirituális terület. Itt a két kép együtt. Az lehet egy régi tudás vagy bölcsesség. És a torony akkor azt jelenti, itt kiépíthetsz valamit. De légy óvatos, ami a környezetedet illeti, mert valaki figyel téged és rossz indulatú. De ez lezárul, hiszen a kasza eltávolítja a ravasz rókát. És akkor itt megvan a gyógyító erő, és ez nyugalmat hoz, ami az otthonodat illeti. Ez lehet egy ingatlan is, mint például egy ingatlan eladása vagy vásárlása, de akkor légy óvatos a szerződéseknél, hiszen itt van ez a ravasz róka, és óv téged hibás döntések ellen, vagy ha a szerződésekről van szó, akkor vizsgáld ezt át. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!